folyamatosan zajlik a hegyvidéki városházatér helyreállítása. Még a hónap elején tört el egy főnyomó cső, a víz pedig jelentős károkat okozott. Tapasztalatcsere. Kárpátaljáról és Szlovéniából is érkeztek képzőművészek az idei hegyvidéki nemzetközi művésztelepre. Középpontban a balatoni borvidék. Szakmai, gasztronómiai és zenei programokkal várja a látogatókat a Budapest Borfesztivál. A Budai Híradót látják 19 órakor, jó estét kívánok! Folyamatosan zajlik a hegyvidéki városházatér helyreállítása. Augusztus elején eltört egy főnyomó cső, a vezetékből kiömlő víz pedig óriási károkat okozott a téren. Katasztrófa sújtott a területhez hasonlított augusztus 2-án reggel a hegyvidék egyik legszebb közterülete, a városháztér. Ezen a napon, a hajnali órákban ugyanis egy több mint fél méter átmérőjű főnyomó cső robbant szét, és a hatalmas víznyomás több száz négyzetméterre megemelte, illetve teljesen tönkretette a térburkolatot, valamint az alépítményt is alámosta, megrongálta. A hegyvidéki önkormányzat és a vízművek munkatársai rögtön megkezdték a kárbecslést és a helyreállítást is. Azonnal elhárították a vízművek, vagy a lehetőleg gyorsabban elhárították a vízművek kollégája csőtörést, de a kifolyt nagy mennyiségű víz megmozdította a tér burkolatát, lemosta a köveket és az alépítményt. A lehető legrövidebb idő alatt fölmértük a károkat, a biztosítóhoz bejelentettük, meghatároztuk a műszaki tartalmat, kicseréltük azokat a beton részeket, amik szükségesek, és most elkezdtük újra burkolni a teret. Új burkolóanyagot is kellett rendelni, hiszen sok kő eltörött vagy elveszett. Ezeket elkezdtük visszarakni, visszahelyezni. A munkák körülbelül szeptember végéig fognak eltartani. A helyreállítást a hegyvidéki önkormányzat részéről Rimóci János koordinálja. Tőle tudtuk meg, hogy a csőtörés hatását az önkormányzat épületéről is el kell tüntetni, valamint a park helyreállítása is jelentős összegbe kerül, ám a legtöbb forrást az alépítmény, illetve a díszburkolat felújítása igényli. Fölmértük a károkat előzetesen, körül nagyságrendek 30-40, akár 50 millió forintos kár is keletkezhet, hiszen nagyon sok négyzetméter anyagot meg kell mozgatnunk, vissza kellett bontanunk, újra le kell raknunk. Az alépítményt pótolnunk kell, a hiányzó köveket, sérült köveket is pótolnunk kell. Próbáljuk biztosítani mindig a gyalogos forgalmat, biztonságosra tesszük, el van kerítve a munkaterület, és botlásveszélyre is figyelünk, hogy ne legyen botlásveszélyes a közlekedés a gyalogosok részére. Az önkormányzat szakértője elmondta, hogy a befejezés előtt álló új kulturális szalon épületét, pontosabban alaksorát sem kímélte, a teret 60-70 cm vastagon elöntő sáros áradat. Sajnos egy kis mennyiségű víz oda is bejutott az alaksorban, és befolyt a liftaknál, ami a legalacsonyabb pontja az épületnek, és ott is megrongált a vadi új liftnek a szerkezetét, amit cserélnünk kellett, ezt is el fogjuk számolni a biztosító felé. A kulturális szalon új épületében, valamint annak környezetében keletkezett károkat is a legrövidebb idő alatt elhárították, illetve elhárítják a szakemberek. Így az intézmény szeptemberi tervezett programjaiban nem okoz fennakadást a dél-budai régió eddigi legnagyobb csőtörése. Halálra gázolt egy embert a villamos a Szilágyi Erzsébet fasornál. A baleset kedden este történt a Városmajor megálló közelében. A mentők megpróbálták újraéleszteni a sérültet, de sikertelenül. Többe kerül a tankolás. Szerdán a benzin és a gázolaj ára is 3-3 forinttal emelkedett. A változással a gázolaj literenkénti átlagára 408 forintra, a benziné 401 forintra nőtt. Tankolás előtt érdemes tájékozódni. Az egyes töltőállomások árai között akár 50 forintos eltérések is lehetnek. Elütött egy embert a metró a Corvin negyed állomásnál. A fiatal nő eddig tisztázatlan körülmények között a sínekre esett. A balesetet túlélte, de súlyos sérüléseket szenvedett. A tűzoltók kordágyon emelték ki a szerelvény alól, majd azonnal kórházba szállították. A rendőrség vizsgálja az eset körülményeit. 1 milliárd forintos pluszforrás szavazott meg a fővárosi közgyűlés a pünkösdfürdői védmű megépítéséhez. Az előterjesztés szerint a többlettámogatásra azért van szükség, mert a kiviteli tervezéshez szükséges feltárások során azzal szembesült a vállalkozó, hogy a meglévő töltéstestben három szakaszon a 2002-es árvizet követően megépített vízzáró fal a tendertervben megadottnál kisebb keresztmetszettel rendelkezik. Taros István főpolgármester közölte, nem lehet tudni előre, hogy ebből a többletforrásból mennyit használnak el. A fővárosi csatornázási művek menedzsmentjének szakvéleményétől függ, hogy a tervező hogy dönt.
Kárpátaljáról és Szlovéniából is érkeztek képzőművészek az idei hegyvidéki nemzetközi művésztelepre. Az alkotók számára sokféle programot szerveznek, a művésztelepen készült alkotásokból hamarosan kiállítást is rendeznek. Koncentrált alkotói munka folyik a MOM Kulturális Központban kialakított alkalmi műtermekben. A hegyvidéki nemzetközi művésztelepen idén is 10 napos művészeti kurzust tartanak. A művésztelepen ebben az évben 14 hazai és határon túli képzőművész vesz részt. Többek között a Vajdaságból, Erdélyből, valamint Kárpátaljáról is érkeztek alkotók. Az idei kurzuson arra a kérdésre keresik a választ, hogy kinek mit jelent a retro. Idén a retro témát választottuk, amely hát egyrészt most divatos is, nagyon sok téren, akár a divatban, az öltözködés terén, vagy a zenében, de szerettük volna, vagy kíváncsiak voltunk arra, hogy a képzőművészetben ez hogy jelenik meg. Persze itt is szabad kezet kapnak a művészek, tehát nem kell feltétlen mondjuk az 1960-as, 70-es, 80-as vagy 90-es éveknek akár a divatját, vagy az akkori emlékeket, atmoszférát felidézni. Maga ugye a retro, a retrospektív, ugye a múltba való visszatekintés szónak ugye az előtagja, ezáltal szabadon választhatnak bármi olyat, ami a múlthoz kapcsolódó téma, valamiféle nosztalgikus hangulatot, valamilyen múltbeli dolgot idézhetnek fel a művészek. Pesti Emma első alkalommal, de elmondása szerint nem utoljára vesz részt a kurzuson, főleg tájképeket fest. Azt mondja, a művésztelepben új inspirációkat tud szerezni. Érzem, hogy kellenek ezek, mert kicsit így kimozdítja az embert a komfortzónájából. Kellenek az új ingerek, hatások, és az a tapasztalatom, hogy minden művésztelep után valami picit megváltozik a művészetemben, a festésmódomban. Tehát mindig kapok egy olyan ingert, ami aztán megindít akár egy új vonalon, amit aztán folytatok otthon évközben. Aprólékos munkával készül Szepesi Béla grafikus legújabb műve. Szerinte a művészet, mint vizuális endorfin hat az emberre. Hát amit most én készítek, az egy linómetszet, viszonylag nagyobb méretű, hát ez 60x90 cm-es, és ugye a linómetszet jellegzetessége az, hogy úgy készül, hogy egy ilyen kis speciális vésővel kimetszem a felületet, a felületből azt, amit fehérnek szeretnék majd a végén, és miután elkészül az egész metszés, utána ez lenyomtatódik, tehát egy normál papírra, és az egészben az az érdekes, hogy ezt tükörbe kell elkészíteni, mint ahogy egy bélyegző is ugye tükörfordított, és negatívba. Tehát amit elveszek, azt adom hozzá, és nem nagyon lehet javítani. Debreceni Imre alkotása is a múltba repíti vissza a nézőket. Számára a festészet nem csak önkifejezés, de egyfajta terápia is. Fotó alapján dolgoztam. Van egy nagyon kedves lány, most ismertem meg itt így a művtelepen, Juditnak hívják, ő itt a főnök asszonynak hívom, és ő mutatott nekem fotókat, hogy a barátjával mit találtak. Szóval hogy így egészen véletlenül, hogy így mit találtak, hogy egy moncsicsit, akkor egy babát, meg így ezeket a dolgokat. A művésztelepen készült munkákat az érdeklődők szeptember 18-ától tekinthetik meg a Hegyvidék galériában. A Balatoni Borvidék lesz az idei Budapest Borfesztivál főszereplője. Nem csak a régió borait, de gasztronómiai és turisztikai kínálatát is bemutatják a rendezvényen, amely szeptember 6-a és 9-e között zajlik majd a Budavári Palotában. A rendezvényre több tízezer embert várnak. Szakmai előadások, borkóstolók, gasztronómiai és zenei programok. Ezt kínálja a 27. Budapesti Borfesztivál, amelyen szinte a teljes magyar borászati szakma képviselteti magát. A Budavári Palotában mintegy 150 hazai és külföldi kiállító mutatkozik majd be, mondta az esemény programjait ismertető tájékoztatón Zilai Zoltán főszervező. Idei borfesztiválnak, hogy legyen egy olyan fókusza, egy olyan tematizáltsága, amiről könnyű beszélni, amit érdemes a látogatóink és a vendégek figyelmébe ajánlani, ezért az idejében a Balaton régiót invitáltuk meg, ők azok a termelői csoport, akiket egy nagyobb figyelemmel szeretnénk megajándékozni, és erre tettünk most erőfeszítéseket. Az idei évben a programfözetünkben a pár borpár szakmai program
programban, a Vinagora Taste of Hungary rendezvény és borválogatásban kiemelt szerepet kap a Balaton borrégió. Nem csak a balatoni régió borait, de gasztronómiai és turisztikai kínálatát is megismerhetik majd az érdeklődők. A fesztivál célja, hogy felhívja a figyelmet a hazai termelők pincészetek által végzett munkára és a magyar borkultúra sokszínűségére. Sokan gondolhatnák, hogy ilyenkor a termelők bőven el vannak otthon foglalva a feladataikkal, de ez is egy ugyanolyan feladat, hogy találkozzanak a közönséggel, és bemutassák a boraikat, beszélgessenek róla, és ezt az úgynevezett nagybetűs borkultúrát, amit meggyőződésem, hogy nem lehet, nem juthatunk el olyan szintre, hogy nem lehet még tovább fejleszteni, hogy ezen az úton tovább menjünk. A Budapest Borfesztiválra több tízezer embert várnak. A felmérések szerint a vendégek harmada külföldi, így ez a rendezvény is egyre fontosabb szerepet játszik a főváros turisztikai életében. Tavaly Budapest elérte a 10 milliós vendégészek a számot, és jó eséllyel gondoljuk azt, hogy ebben az évben is rekordévet, ugye rekordév követ majd. Budapest a magyar turizmus zászlós hajója, és a külföldi turisták döntő többsége, ha Magyarországra jön, Budapestet is fölkeresi. És bár Budapest ugye a magyarországi borvidékeknek nem része, mégis itt találkozhatnak mind a külföldi, mind a belföldi látogatók magyar borokkal. És azt gondolom, alkalmas lehet ez a borfesztivál is arra, hogy megmutassuk a hazánkba látogatók számára, hogy a villányi, vagy éppen a tokai, vagy az etyeki, vagy a vadacsonyi bor termelő területek fel tudják venni a versenyt a külföldi bor termelő vidékekkel. A borfesztivál programjai az interneten is megtalálhatók. Átadták a Magyar Művészeti Akadémia új irodaházát az Andrássy úton. Az épület rekonstrukciójára több mint 4 milliárd forintot fordítottak. Világörökségi helyszínen az Andrássy út 101 szám alatt nyílt meg a Magyar Művészeti Akadémia új irodaháza. Az egykori Sanzer Villa épületének rekonstrukciója során összekötött egyik épületben a vezetők irodái, tanácsterem, akadémikusi klubszoba, rendezvényterem, míg a másikban a Magyar Művészeti Akadémia titkársága kapott helyet. Fontos az, hogy az akadémikusok tudjanak egymással találkozni, tudjanak beszélgetni, legyenek helyszínek, kisebb fajta rendezvényeket is fogunk természetesen tartani, de nem az elsődleges célja, nem az, hogy újabb rendezvényekkel bővüljön az egyébként nagyon szerencsére nagyon gazdag kulturális és művészeti kínálata a fővárosnak, hanem erre a társadalmi, szellemi életre lehetőséget ad, ez nyújt számunkra ez a gyönyörű épület, és a B épület, az pedig a klasszikus adminisztratív munkának lesz a otthona, tehát a tényleg az irodai munkának. Bezárt, elhanyagolt állapotban lévő épületek nyíltak meg újra, amelyek a műemléki értékeket is megőrizve születtek újjá. Rekonstrukciójának és átalakításának minket minden épület esetében, mindkét épület esetében alapjaként érvényesült az a szándék, hogy a műemléki hűség és a 21. században élhető hivatali és társadalmi élet harmóniája megteremtődjék, mert ez elengedhetetlen. Mert ami ma modernnek nevezett, az is be fog tagozódni a múlt jegyeinek sorába a évek, az évek múlásával, és ez már nem a mi dolgunk. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere a kultúra értékeinek megőrzéséről beszélt az épület átadóján. A nép akaratából megválasztott kormánynak nem feladata, hogy megszabja a kultúra irányait, nem is teszi. De alkotmányos kötelessége, hogy szuverén módon védje értékeinket, mindenkinek biztosítsa az esélyeket, saját véleménye, kultúrája megalkotását, közzétételét és gyarapítását. Főleg akkor, ha ez értékes. Ez már az önök és alkotótársaik lehetősége. Ezért jött létre a Magyar Művészeti Akadémia, és ebből a célból avatom fel az önök csodálatos, új, eklektikus alkotóházát. A beruházás mintegy 4 milliárd forintból valósult meg. Szeptemberben folytatódnak a hegyvidéki zenés péntek délutánok a Városháza téren. A gyerekek számára kézműves foglalkozásokat szerveznek, népzenei koncertekkel, táncbemutatókkal és táncházzal is várják az érdeklődőket. A programok ingyenesek.
A Budai Híradót látták, adásunkat visszanézhetik weboldalunkon a www.hegyvidéktv.hu oldalon is. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!